Hello mindenkinek, ez itt a Kulturgeeks-en, Erzsi vagyok. Én pedig Bence. Ez pedig itt az eBay percek. A mai videóban egy 3000 forintos mikroszkópot fogunk megnézni, amit USB-vel lehet csatlakoztatni a laptophoz, vagy bármilyen számítógéphez, és hát nagyon közelről lehet vele megnézni dolgokat. Mint egy mikroszkóp. Igen. Ugye megkérdeztünk titeket, hogy mit nézzünk meg vele, nagyon sokan írtátok a vért, ami miatt megint csak aggódom, mint az emberrablásos válaszok miatt, de az a probléma ezzel, hogy az ilyen folyadékos dolgokat valószínűleg azért nem tudjuk megnézni, tehát annyira nem jó ez egy 3000 forintos eszköz. Amúgy én bízom benne amúgy, hogy tényleg jó lesz maga a termék, mert azért 3000 forintért mit tud? Mit vársz 3000 forintért? Ez egy lehet, kamera. Igen, tehát mit lehet várni 3000 forintért? Hát nem sokat, de egyébként ez nem is tudom, tavaly vagy ugye közelmúltban végig söpört a külföldi beauty bloggereken, akik tulajdonképpen folyamatában nézték vele a miteszereiket az orrukon, meg a miteszer tapaszok hatékonyságát és egyéb hasonló dolgokat, amiket az orrukkal lehet csinálni. Ezt a mondatot nem gondoltam. Ezt mi ma nem fogjuk megcsinálni. Mi érdekesebb dolgokat szeretnénk. Brutálisan kiábrándító lenne amúgy. Tehát, hogy nem tudnék már a tükörbe nézni ugyanúgy. Jó, hogy te se akarod megnézni, nem, hogy még a nézőknek megmutat, érted? Nem, tehát amik a teszt videókat így láttunk a termékről, egészen ígéretesnek tűnik, de nekem még mindig kétségeim vannak, hogy 3000 forintért milyen képminőséget ad egyáltalán. Tehát gondolom nem lesz HD, az oldalán amúgy kifejezetten így fel van sorolva, hogy mihez érdemes használni, hogy így mihez ajánlják el. Edukáció, orvoslás, fogorvosoknak. Mérnököknek, termékelőállítóknak, vagy esetleg csak hobbinak. Állvány. Az az állvány? Gondolom állványa. Igen, van itt egy kis tekerentyű. Ez a fókusz? Nézd, a kamera. Süllyed emelkedik. És itt van egy ilyen, mint a fülhallgatókon ilyen. Ez a hangerő szabályzó, vagy mi a franc? Bekapcsoljuk és sikít, amúgy. Ah, jó, hát akkor nézzük meg. Ó, világít. Hopp, ki is kapcsoltad. Jó, ha minden igaz, akkor van képünk. Hát most szerencsétlen, most nem tudja, hogy mi a francot csinálja. Ennél valószínűleg közelebb kell lenni. Úgyhogy, mit tudom én, egy asztalt nézzünk meg? Nézzük. Csak rakjam le. Aha, tekerd. Ó, Jézusom! Ez az asztalunk. Hát ez nagyon biztató. Olyan, mint egy darásfészek. Vagy mint azok az ijesztő felvételek a beauty-s lányok videóiban. Ki akar próbálni? Igen, de rajtad. Min? A kezeden. Mit? Kérem a kezedet. Tedd le szerintem, és akkor hát, ha nem. Ó, szőr! Ez nagyon ijesztő. Úristen! Ott lehet látni, hogy folytatódik a szőr alul, látod? Igen, a szőr így működik. Azt a mindenit. De hogy látszik, még annyira bele tud zoomolni. Szerintem elég durva, hogy át lehet élezni itt a közeli szőrről a távoli szőrről. Az egyik szőrre meg van hajulva. Hát ilyen ez, időnként. Ott tudod, hogy néz ki, itt valami pókoknak a lábai. Na jó, most már elég a szőrből. A szakállamat? Jézusom! Ne ijedj meg, Bence, ez csak te vagy. Ez nagyon ijesztő. Úristen, jó? Hogy fénylik a bőröm amúgy? Igen, amúgy. Szóval, hogy korábban is mondtuk, már megkérdeztünk titeket, hogy milyen tárgyakat vizsgáljunk meg mikroszkóppal, miket nézzünk meg közelről. Írtatok nagyon jó ötleteket, meg nekünk is van azért egy-két frappáns tárgyunk, amit még esetlegesen meg lehetne nézni, és kíváncsiak vagyunk rá. Van egy kis homok, még Barcelona tengerpartjáról hoztuk, ugye két videónk is volt Barcelonáról, ezeket majd ide berakjuk. Nagyon sokféle szemcseméretű homok, ezért is nagyon érdekes, hogy mi lesz itt, mit látunk. Oh, wow! Várjál, megpróbálom egyenesen tartani. Olyan, mintha valami nagyméretű kavicsok lennének. És ez a legkisebb. Nézd ezt a kis zöld szemet középen. Aha, most megjelennél, hogyha valami mászkálna benne? Eléggé, mert elég rég volt már, amikor ezt felszedtük a parton. És egyszer csak így beugrik valami a képen. Mennyire érdekes, hogy a tengervíz csiszolja le ezeket, és lehet látni. Nézd, vannak ilyen kristályosabbak is. Amúgy ezzel most ilyen satisfying videónak is elmenne. Amúgy elnézném még egy darabig. Amit
nagyon sokan kértetek, az a papírpénz volt. Érdekes módon ezt tényleg többen is. És hát akkor nem tudom, Bence. Jó. Nem tudom, melyik melyiket részét szeretnéd. Hát szerintem úgy kezdjük úgy el random valahol, és akkor... Jó, mondjuk nézzük meg itt a 500-os feliratot. Mi van ide írva? Magyar Nemzeti Bank. Igen? Aha. De szabad szemmel nem láthatóan, de föl van írva, hogy 500 forint. Figyelj, itt egy kis szakadás, ezt nézd meg. Szakadás? Aha. Hopp, ott van. Nem. Másik az, irány. Nem. Nehéz betajálni nagyon. Ez az. Ú, és milyen szálas a széle is. Jobban kéne tisztítani a pénzed. Sajnálom, hát úgyis sokszor gazdasod. Úristen. Ez nagyon durva, és úristen, én most már kezdem jobban azt érezni, hogy közelről minden nagyon ijesztő. Most nézd meg ezt a képet! Hát mi ez? Hoztunk egy kis cukrot is, szerintem az is egy tök látványos lenne, főleg így a igen, kristály. Igen, arról azért sok képet lehet találni. Az meg olyan, mint hogyha valami kristálybarlang lenne. Jaj! Wow! Ó, még le se raktam, de már ez nagyon jó. Apró gyémánc szemek. Nagyon, nagyon jól néz ki, vagy olyan, mint a hegyi kristály. Vagy mint metamfetamin. Hát maradjunk a hegyi kristálynál. Ezt is kértétek többen, egyébként ilyen mosogató szivacs, vagy bármilyen szivacs. És a törzs is rész. Hű, ez is szépen csillog. Azt a... Mint valami pókfészek. Mindenről valamilyen szörnyen creepy jut eszedbe. De miért ez nem creepy? Eléggé? Nem. Azok másik mi? Oldala... Hát jó, ott volt valami smöcsi. Sose tudjuk már meg. Ez nagyon lenyűgöző. És ez csak egy szivacs. Ha, az egy szőszál. Igen. Valami nem odavalót látunk. És így megmozdulnál. Egy pókláb. Úgy eldobnám. Én kirohannék a stúdióba. Erre emlékeztek még? Poros egy picit, de amúgy még mindig működik. Szóval ez a Galaxy óra egy nagyon, nagyon sok epizóddal ezelőtti Pinterest epizódunkból, ami egy bakelit levecből van, és még ugye a fehér festékünk sem volt, szóval körömlakkal vannak festve a csillagok, és... Nagyon egyedi. A bakelit felülete is érdekes, illetve az, hogy a festék az hogy néz ki rajta, meg a por. Meg a por. Azt akartam por mondani. Aha, ahogy aha. A barázdák. Meg vannak. Meg a por. Nagy fekete szántóföld. Tényleg. És itt van a festékpötty. Sohol színes. Ó, aha. Itt teljesen befette a festék a barázdákat. És a por is ugye látszik. Igen. Nem végeztünk alapos munkát, tehát nem, hogy csak ilyen helyi elközzel fettük. De ez csak a mikroszkóppal látszik. Amit kértetek még, az egy golyóstól hegye. Nyilván erről ugye vannak képek a neten, valószínűleg ezért is kértétek többen. De akkor nézzük meg ezzel is, hogy milyen. Ó, ez elég aha. Gyorsan sikerült az élességet. Nem is állítottam semmit. Nem, hogy igen, látjátok amúgy, hogy konkrétan azért golyós, mert a végén tényleg egy golyó van, és ahogy írsz vele, ez a kis golyócska így fölveszi a végéről a tintát, és a másik oldalon pedig leadja. Szóval röviden úgy, mint a golyós dezodor. Igen, amúgy, pontosan. Na, akkor nézzük meg egy filztalat, mert ez is tök érdekes lehet. De jó. Azt a kurva! Ez baromi látványos. Hogyha ez eddig nem volt satisfying. Hogy szétfut a kis rostokban. Elképesztő. De még egy dologra vagyok kíváncsi már csak. Mire? Na. Ja, itt ez a bordós. Aha, terület. Igen, ott ez a bordós. Bordós rész. Wow. Bence lekarcolta a lábát egy repülőgépen egy ilyen kiálló csavarral. Igen, itt látszik ilyen sérülések. Igen, sajnos. Szerintem pici lábam. Egy dologra voltatok még tömegesen kíváncsiak, ami durmi. Közelről. Nagyon közelről. Megpróbáljuk, hogy együttműködő lesz-e. Hát, szurkoljatok. Hopp, meghoztam. Na, van egy cicánk.
Gyere, cica. Gyere. 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 Jézusom, mekkora. Jó, egy cica. Itt van. Fogd a kamerát. Fogom. És itt nem tudom, cica. Hogy mit lát most a kamera. Nem tudom én sem. Mocskát. De élesíts. De nem látok. Hogy nem. Élesíts, Erzsé. Á, nem tudom megfogni. Engedj el, hadd menjen. De el fog menni. Hoppá. De félik a bundája. Durmi! Na, ne fog meg, fog meg. Ne. Durmi nem. De nem azt mondtam, hogy kocogtass meg a vállát, hanem fogd meg! Jaj! Cicája! Majd egy cica. Nem látszik amúgy. Nem látszik, mit csinálsz. Te poros. Poros a macskád? Poros a macskád. Ilyen kis barna szőrszálai vannak ahhoz képest, hogy fekete. Igen, amúgy van benne barna is. De hogy fénylik? Igen. Milyen poros. Poros cica. Durmi azt hiszem, hogy nem annyira kedvelte ezt a kísérletet. Nem szeretett volna kooperálni velünk. Vagy szerepelni egyáltalán bármiben. Viszont az eszköz az igazából nem gondolnám, hogy bármilyen rendes célra alkalmas mikroszkóp lenne, viszont szórakozásra zseniális volt meg szerintem az, hogy megnézzünk dolgokat közelről, tehát ez az edukációs cél, ez szerintem abszolút működik, amit a doboz írt, hogyha éppen olyan tananyag van, vagy csak olyasmire kíváncsi valaki. Reméljük, hogy tetszett ez a videó, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és megtaláltok minket további közösségi oldalakon, mint az Instagram vagy a Facebook, illetve a Patreon oldalunkon is. És találkozunk a legközelebb. Sziasztok!